Sziasztok, én Mikey vagyok. Ebben a részben szeretném nektek bemutatni, hogy hol is lehet találni ezeket a bizonyos bandaverdákat. A zöldek, a zöld színű bandának, ne kérdezzétek a nevét, nem tudom. Lehet találni az autó, illetve a területe, az a következő helyen található. Térkép, itt ahol állok, és illetve ez itt. Ez a, nem is tudom, koronaszerű, vagy nem is tudom milyen szerű út, ahol a story módban eleinte Franklin is lakott, az a rész, ugye a zöld bandái, és itt lehet találni az ő autójukat, amik fölül zöld, alul pedig valószínűleg fekete színűek, vagy teljesen zöldek lesznek. Ha szerencsénk van, találunk is. Ha ezen az úton tovább megyünk, egészen ide le, ahol igazából a San Andreasban CJ lakott, ugye itt találjuk ezt a részt, itt a lila banda helyezkedik el jelen pillanatban, itt egy helyen lehet találni és nagyon ritkán egy-egy autót, ami lila színű egyértelműen, és ha tovább megyünk, itt ezen a bekötő részen, illetve itt körbe, fönt egy parkoló, két parkoló, itt bent, illetve itt lent az alsó parkolóban lehet találni a sárga színű autókat, a sárga színű bandánál. Ők, ha jól tudom, a mexikóiak, vagy valami hasonló. Hát egy hülyeséget beszélek, erről is elnézést. Lehet találni az ő autójukat, náluk rendszeresen lehet találni, akár mindegyik parkolóban is lehet egyszerre egy-egy darab. Többféle is náluk érdemes igazából nézelődni. Az árak teljesen nem ilyen színű egyformák, tehát 7000 körültől akár 13-14 ezerig is lehet találni autót. Úgyhogy menjünk is körbe, hát találunk valami érdekeset. Induljunk el tehát ebben az ívben. Nézzünk körül, hát találunk zöld autót. Legtöbben vagy szembe jön velünk, vagy az út szélén áll, legtöbbször itt a zöldeknél. Most ez például egy nem zöld autó. Jelenleg úgy nézem, hogy a zöldeknél nincs semmi. Itt most nem volt szerencsénk. Hát menjünk le a... menjünk a világhoz, és nézzük meg, hát ha ott van. Ugye ez az utca volt a CJ-é a San Andreasba. Hát jelenleg itt sincs, itt szokott parkolni egy lila autó. Világnál. És menjünk át a sárgákhoz. A videó végén még egyszer meg fogom mutatni. Nektek, hogy hol is találhatóak ezek a banda területek. És ott is van rögtön, ha jól látom, én mondom a nap. Nem csak előadni, itt van egy gengatak. Itt egy manana, őt lehet találni, sárga színben. Itt, ha jól tudom, négyféle autót lehet találni a sárgáknál. Menjünk a szokásos irányba. Amíg általában állnak, ott szintén van egy manana, itt alul. Itt is van. Ő, ha jól tudom, a legolcsóbb náluk. Tehát ilyen 7-8-9000 dollár, nem tudom pontosan, most nem viszem el eladni. Ebben a parkolóban is szokott lenni. Itt is érdemes megnézni. Itt fönt is érdemes megnézni, itt is szokott lenni. És ugye itt bent. Ott is van, most már kettő is van. Ha jól látom, így van. Itt egy albani bukanír is, ő elég drága. Őt lehet tuningolni a benyinél is, így érdemes őt ellopni. És berakni a garázsunkba, majd a benyinhez elvinni, megtuningolni, hogyha esetleg még nincs ilyenünk. És illetve itt lent is szokott lenni, ahol ugye a honnan is található.
És kijövök innen a piros körből, mert ezek nem lesz mindenki, hogy itt a bandák itt szaroznak. Menj már, na! Még egyszer végigjárjuk, hát ha látom lila autót is, illetve zöldet. Ígérem, gyors leszek. Hát lila autó az nem igazán van, pedig változott a felhozatal. És nézzük meg a zöld területét még egyszer, és találd már ki, merre mész öreg. Íme a zöldek területe. Hát ennyi, nem találtunk csak sárga autót. Na, még egyszer megmutatom, hogy hol is találjuk ezt. Tehát ebben a felső részben, itt Penny alatt, ebben az ívben találjuk meg a zöld autókat. Én nagyjából mindig csak itt találtam meg ezen a környéken, itt nagyon keveset találtam, egyet vagy kettőt. A lila autók nagyon-nagyon ritkák, azok itt vannak lent ebben a sarokban. A sárgák pedig ez alatt találhatóak, itt ebben a körben, az alsó parkolóban, a középső parkolóban és a felső két kis parkolóban szoktam találni belőlük autót. Közlekedve nem láttam még belőlük, a zöldeket láttam közlekedni, a lilákat egyszer, a többi az mind parkolt. Szóval itt lehet megtalálni őket. Illetve lehet még találni egy úgynevezett Ratloadert, egy ilyen kis pick-upot, az pedig itt a sarokban, vagy ha oda tudnám hozni, itt a sarokban szokott állni ennél a Montchilien túli kis városban, vagy faluban, a Customnak a parkolójában itt a sarokban szokott állni egy citromsárga Ratloader. Illetve van még több is, de azt mondja, egy másik videóban megmutatom, hogy hol találhatók a játékban még tuning autók, mert elég sokat lehet találni, és elég sok, ami több mint 15 000-ben lehet eladni. Köszönöm a figyelmet, én Mikey voltam, sziasztok!